Köszöntöm a Terézvárosi magazin nézőit! Önök a Terézvárosi kék híreket látják. Wagner Zsófia, rendőrhadnagy vagyok. A budapesti rendőrfőkapitányság 6. kerületi rendőrkapitányságán eljárás indult közfeladatot ellátó személy elleni erőszak büntettének elkövetése miatt F. Zsolt budapesti lakos ellen, aki 2016. augusztus 14-én 19 óra körül időben a Budapest 6. kerület nyugati téri villamos megállóba érkezett villamosra kerékpárral szállt fel, majd a villamosvezető kérésére a kerékpárral nem szállt le. Ekkor a vezető személyesen ment oda, és ismételten felszólította F. Zsoltot, aki a járműről való leszállás közben a kerékpárját a vezetőnek lökte. Ennek következtében a felek közt vita alakult ki, mely során F. Zsolt a villamosvezetőt ököllel arcon ütötte, majd távozott. Az elkövetőt az intézkedő rendőrök elfogták, majd előállították. Az eljárás során F. Zsolt gyanúsítottként kihallgatására került sor, majd a 6. kerületi rendőrkapitányság az iratokat vádemelési javaslattal küldte meg az ügyészség részére. A budapesti rendőrfőkapitányság 6. kerületi rendőrkapitányságán kábítószerkereskedelem büntette elkövetésének megalapozott gyanúja miatt eljárás indult a 43 éves budapesti V. Pállal és a 27 éves Z. Gergővel szemben. Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a két férfi rendszeresen árult kábítószert. A rendőrök V. Pál Budapest 6. kerület Podmenicki utcai lakásában házkutatást tartottak, melynek során 265,4 g kábítószergyanús zöld növényi törmeléket, 90,34 g kábítószergyanús barna növényi törmeléket, 10 tablettát, 5 kannabisz magot, 100 g kannabiszos csokoládét és a kábítószerek adagolásához használt eszközöket találtak. Továbbá 3.126.000 forint készpénzt, 750 eurót, 2 samurai kardot és több lőfegyvert, valamint lőszereket foglaltak le. A férfiak a rendőrök elé állították a kerületi rendőrkapitányságra, ahol őrizetbe vételük mellett gyanúsítottkénti kihallgatásukra került sor. A BRFK 6. kerületi rendőrkapitánysága előterjesztést tett V. Pál előzetes letartóztatásának indítványozására. Tisztelt terézvárosi lakos! Kérjük, hogy a személyes értéktárgyak védelme érdekében fordítsanak nagyobb figyelmet azokra. A telefonok esetében, ha utcán, tömegközlekedési eszközön vagy olyan helyen fogad telefonhívást, ahol idegenek is láthatják készülékét, a beszélgetés végét mindig gondosan tegye vissza a biztonságos helyre, nem csupán a zsebébe vagy táskája tetejére, mert onnan a mozdulatait kifigyelők könnyen kiemelhetik. Nyilvános helyen soha nem utogassa feltűnően drága készülékét, illetve ha játékra, zenehallgatásra vagy internetezésre használja, igyekezzen mindezt diszkréten intézni, elkerülve ezzel azt, hogy felhívja mobiljára a tolvajok figyelmét. Szórakozó helyen soha ne rakja ki készülékét az asztalra, mert egy óvatlan pillanatban bármelyik arra haladó vendég egyszerűen magával viheti. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a telefonját, de ha mégis idegen helyen a táskájában, szekrényében hagyja is, mindig kapcsolja ki azt, hiszen egy esetleges lopás esetén legalább az illetéktelen használatot megakadályozhatja. Lehetőség szerint kerülj el, hogy idegen személyeknek átadja vagy megmutatja a telefonját, még akkor is, ha ártatlannak tűnik a szituáció, például ha pontos idő felől érdeklődik az illető, rokonát szeretné megcsörgetni, segítséget szeretne hívni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, egy hét múlva ismét találkozunk. Viszontlátásra!